egy nap alatt annyi adatot töltenek le, amennyi megtöltene 168 millió DVD-t. Naponta 250 millió fotót töltenek fel a Facebookra. Ha ezt kinyomtatnánk, 80 eiffel magasságával érne fel. Egy felmérés tanulsága szerint majdnem minden harmadik gyerek azt állította, hogy az elmúlt hónapokban legalább egyszer zaklatták kortársai, és ezt leginkább a A 15 év alatti internetezők közel fele minden nap fellátogat a világhálóra. Te vigyázol az adataidra? Használod az adatvédelmi beállításokat. Gondolkozz, mielőtt adataidat megosztod! Önök a nemzeti adatvédelmi és információ szabadsághatóság műsorát hallják, mely független csak a törvénynek alárendelt szervezet. Feladata a személyes adatok védelme valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Köszöntöm a hallgatókat, már Anna vagyok. Az online térben való fokozódó jelenlétünkkel párhuzamosan egyre fontosabb kérdésé válik, hogy halálunk után mi történik majd online adatainkkal. Ezt a témát járjuk körül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság mai műsorában dr. Eszteri Dániel adatvédelmi szakértővel, akit köszöntök a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat, én is! Beszélgetésünknek az a aktualitást, hogy a hatóság novemberben ajánlást bocsátott ki a témában. Kinek szól elsősorban ez az ajánlás? De az ajánlás elsősorban az online szolgáltatásokat nyújtó különböző vállalkozásoknak szól, és hát természetesen nem csak a vállalkozásoknak, hanem bármilyen olyan szervnek, ami online szolgáltatásokat nyújt. Itt elsősorban olyan szolgáltatásokra kell gondolni, ahol az, az érintettek különböző felhasználói fiókokat, profilokat regisztrálhatnak maguknak. És hát természetesen az érintetteknek is szól ez az ajánlás, hogy milyen jogosultságok illetik meg őket az online adatai kezelésével kapcsolatban, illetve hát itt konkrétan az érintettek hozzátartozóit megillető jogosultságokról van szó, ugyanis az elhunyt személyeknek az adataival. Kapcsolatos jogosultságokat járja körbe ez a konkrét ajánlás. És ugye ez az állásfoglalás, ennek az állásfoglalásnak a kiadását egy konkrét eset előzte meg, amelyen megkeresték a hatóságot. Mi volt ez, illetve hol tart jelenleg az eset? Ö, igen, ennek a az ajánlás kibocsátásának, ami ugye hát nem egy vidám téma, de foglalkozni kell vele, ugye pont azért, mivel az emberek egyre gyakrabban használnak, hát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy az életünknek abszolút a része lett az, hogy az interneten kommunikálunk egymással, különböző profilokat regisztrálunk magunknak, és hát konkrétan az ajánlás kibocsátását azt egy eléggé szomorú eset alapozta meg. Egy bejelentő fordult a hatósághoz azzal kapcsolatban, aki elmesélt egy családi tragédiát. Ez szerencsére nem vele történt meg, hanem egy, egy másik szerencsétlen sorsú családdal. Itt konkrétan az történt, hogy egy hölgy, aki egyébként. Hát, Férjes asszony volt és gyermekei is voltak. Felvette a kapcsolatot az interneten keresztül egy külföldi férfival. A külföldi férfi pedig uh, házassági ajánlatot tett neki, különböző uh, uh, ajánlat, ajánlásokkal, és uh, a nőt úgy sikerült neki behálóznia hogy tulajdonképpen a hölgy ugye ott akarta hagyni a férjét és az egész családját, emiatt az ismeretlen személy miatt, akivel gyakorlatilag csak az interneten tartotta a kapcsolatot. Viszont ez tudomására jutott a volt férjének, aki emiatt megölte a hölgyet, illetve a közös gyermekeiket is, majd végül saját magával is végzett. Ezután pedig ez a külföldi úr, aki felvette a kapcsolatot a hölgyel, az elhunytal. Az különböző magánbeszélgetéseket, illetve olyan intim fotókat posztolt ki az egyik közösségi portára, amiknek a nyilvánosságra hozatalához alához nyilván az érintett, tehát az elhunyt asszony életében nem járult volna hozzá. És gyakorlatilag ez az ügy adta annak az apropóját, hogy ezt az ajánlást kibocsátjuk. Az elhunyt személyekhez kötődő online adatok kezelésével kapcsolatban, és az ez ezzel kapcsolatos jogi lehetőségekkel kapcsolatban. Ugye alapvetően az infotörvény az, ami meghatározza a személyes adataink kezelését, védelmét. Milyen jogi szabályozás rendelkezik az elhúnyt személyek adatkezeléséről? Milyen gyakorlatetek e tekintetben itthon? A, ezzel kapcsolatban az infotörvénynek a szabályaira tekintettel azt érdemes először is kijelölni, hogy az infotörvénynek a személyi hatája az a természetes személyek adataira vonatkozik. A törvénynek az általános értelmezése szerint az információs önrendelkezés jog, tehát a személyes adatok védelméhez való jog, szükségképpen az adattal érintett élő szemét illeti meg. Tehát gyakorlatilag ez a az alkotmányos alapjog, ez az elhunytakat már nem illeti meg, mert ők a halálukkal megszűnnek a ha személyiségi jogok alanyaivá válni. Viszont az elhunytak hozzátartozóit különböző jogosultságok illetik meg, az elhunyt személyét sértő, tehát az a különböző kegyeleti jogokról kell itt beszélni, amit viszont már nem az infotörvény szabályoz, hanem a polgári törvénykönyv. A polgári törvénykönyvnak a 2.50. Kettő, szakasza tartalmaz ez az úgynevezett kegyeleti jognak az intézményét. Ez szerint ö, meghalt ember életének megsértése, ö, meghalt ember emlékének elnézést megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó, vagy az, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesíthet és azt, hogy konkrétan a kegyeleti jogintézményen keresztül milyen az elhunytat életében megillető személyiségi jogok sérelmével lehet számolni, azt a PtK-nak egy másik szakasza határozza meg ez a 2.2.43. szakasz. Ez szerint ugye a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen például a becsület és a jó hírnév megsértése a magántitokhoz, vagy a személyes adatok védelméhez való jog megsértése, a névviseléshez való jog megsértése, illetve akár a képmáshoz vagy a hangfelvételhez való jog megsértése. Tehát, hogyha valaki egy meghalt ember emlékét megsérti, ezen személyiségi jogokon keresztül, amik ugye annak idején életébe megillették, akkor a hozzátartozó, vagy az, el, vagy az, akit az elhúnyt végrendeleti juttatásba részesített, ez fordulhat a bírósághoz, hogy állapítsa meg a bíróság az emléknek a kegyelet sértő módon történő megsértését. és ö, Ezzel kapcsolatban akár további ö, jogok is megillethetik a hozzátartozókat, például a kegyelet sértéssel vagyoni előny visszatérítéséhez. Való jog, amit a kegyelet sértő személynek kell kifizetnie a hozzátartozóknak, illetve a végrendeleti juttatásban ö, juttatott személyeknek. Hozzátartozónak kiszámít egyébként csak a vérszerinti rokonok, vagy kit tekintünk hozzátartozónak? A hozzátartozónak? Hát ez konkrétan ö, meghatározza a PTK. Most az, hogy ö, ki számít hozzátartozónak, az egy eléggé speciális kérdés. Ugye itt elsősorban a, a, a leszármazókat, illetve az oldalági rokonokat kell hozzátartozónak tekinteni. Itt az imént említett ö, esetnek mi lett a folytatása? Ezt lehet tudni. A jelenleg hol tart most az eset? Bírósághoz fordultak? Történt? Én annyit tudok az esetről, hogy ezzel kapcsolatban a rendőrségi nyomozás volt folyamatban. Az, hogy a rendőrségi nyomozásnak milyen eredménye van, azt a hatóság nem követte hanem itt mi konkrétan ugye adatvédelmi szempontból vizsgáltuk ezt a kérdést, és ennek az eredménye lett ennek az ajánlásnak a kibocsátása. Tehát a hatóság részéről ugye itt a konklúzió az ajánlásnak a kibocsátása volt, ezzel próbáltunk meg felhívni többek között a jogalkotó figyelmét is, illetve mindenkit, aki érinthet szolgáltatókat és, és ugye hozzátartozókat a fennálló lehetőségekre. Az elhunytak hozzátartozóit megillető jogok tekintetében mi a nemzetközi gyakorlat? Ugye az Egyesült Államokban van már kialakult szabályozás erre vonatkozóan. Igen, az Amerikai Egyesült Államokban tagállami szinten eddig nyolc olyan tagállam van, ahol Különös szabályozást fogadtak el azzal kapcsolatban, hogy a hozzátartozók egy elhunyt személy által regisztrált ö, online profilhoz hogyan férhetnek hozzá. Ez a nyolc tagállam egyébként: Connecticut, Delaware, Idaho, Indiana, Nevada, Oklahoma, Rhode Island és ö, Virginia. Ezek a szabályozások az Amerikai Egyesült Államokban egyébként viszonylag szélesre nyitják a jogosultságait a hozzátartozóknak. Ö, összességében ugye elmondható az róluk, hogy különböző elektronikus levelezési, közösségi blog és üzenetküldő szolgáltatóknak úgy kell eljárniuk a felhasználó halálát követően, hogy biztosítaniuk kell az elhunyt személy vagyonának gondnoka vagy végrehajtója számára hozzáférést, vagy másolatokat a felhasználói fiók tartalmáról. Amennyiben az elhunyt felhasználó számára az valamilyen szolgáltatást nyújtott, tehát ez a szolgáltató. És ö, itt legtöbb esetben ezeknek a célja, ezeknek az adatoknak a kikérésének az, hogy a hozzátartozók, illetve a, a végrendeleti úttatásban jogosultsággal fellépő személyek, azok ö, valahogy meg tudják ismerni az elhunyt személynek a végakaratát. Viszont az amerikai szabályozás az nem igazán cizellálja ezt az egészet, és a hatóság úgy gondolja, hogy egy, egy ilyen gyakorlatnak a magyar, vagy akár az Európai Uniós jogba való átültetése, az eléggé, hát kiszabadítaná a szellemet a palaszból, illetve túl szélesen értelmezi a, a célhoz kötött adatkezelés elvét. Mivel itt olyan adatokat, információkat is meg lehetne ismerni, amiknek a nyilvánosságra hozatalához az adott elhunyt személy egyébként életében nem járult volna hozzá. Tehát akár az egész, egy egész e-mail levelezés, vagy, vagy bármilyen más kommunikációs szolgáltatásnak a tartalmát megismerhetik a hozzátartozók tekintet nélkül arra, hogy annak valami köze volt -e egyébként az érintett, az elhunyt személynek a végakaratához, vagy sem. Úgyhogy a hatóság úgy gondolta ezzel kapcsolatban, hogy, hogy egyelőre egy ilyen jogosultság, vagy hát egyáltalán egy ilyen jogosultság az nem feleltethető meg az Európai Uniós és, és Magyar Adatvédelmi Sztenderneknek, viszont figyelemre méltónak tartja például a Nevada tagállamnak a hatályos szabályozását, amely nem biztosít széles hozzáférési jogot a hozzátartozóknak, hanem csupán az elhunyt felhasználó által még életében használt elektronikus szolgáltatási fiók törlésének az indítványozását biztosítja. Az egyes hozzátartozók. Tehát ilyenkor a hozzátartozók csak kérhetik azt, hogy mondjuk egy fiókot töröljön az adott szolgáltató, hogyha annak a használója már elhunyt, de a tartalmát nem ismerhetik meg. Az Európai Unióban van egyébként egységes szabályozás erre vonatkozóan, vagy várható esetleg? Ö, nincs ezzel kapcsolatban jelenleg szabályozás, és úgy ö, tudjuk, hogy nem is várható. Tehát nincs ezzel kapcsolatban jogalkotás jelenleg folyamatban. Az Európai Unióban más adatvédelmi hatóságok általában eddig ezzel nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, tehát a NAIH úttörő szerepet tölt be ezzel a témával kapcsolatban. Hát. Nézzük is akkor meg, hogy mi szerepel ebben az ajánlásban, milyen változásokat tartanának szükségesnek a jogi szabályozásban itthon. A hatóság elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a különböző kegyelet sértő tartalmak eltávolításával kapcsolatban az elhunyt személyek hozzátartozóit jelenleg is megilletik különböző jogosultságok. Az elhunyt személyes adatainak kezelésére azonban, hogyha mondjuk egy olyan esetben kerül sor, ami az ő hozzárulásához volt kötve, a még életében, akkor nagyon gyakran előfordulhat az, hogy például egy szolgáltató akkor is tovább kezel különböző személyes adatokat, mikor annak az adatkezelésnek a célja, tehát az online szolgáltatásnak a nyújtása az már megszűnt. Itt ö, elsősorban ugye arra hívjuk fel a figyelmet, hogy egy online szolgáltatás igénybevételénél létrejön egy szerződéses jogviszony. A, a szolgáltatás nyújtója és az érintett között. Ezeket a felhasználási feltételeket ezt a szolgáltató általában egy oldalon határozza meg, általános szerződési feltételeket szab, aminek az elfogadásának a lehetősége illeti meg a felhasználót, vagy azt, hogy nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, és akkor nem használja. Azzal kapcsolatban nincs semmilyen törvényi előírás, hogyha mondjuk adott érintett a szolgáltatás igénybevevője meghal, akkor esetleg a hozzátartozóit, azt ő, milyen jogosultságok illetik meg, viszont a hatóság felhívta arra a figyelmet, hogy azzal, hogy mondjuk az elhunyt meghal, és nem veszi igénybe többé a szolgáltatást, azzal megszűnik az adatkezelés célja, mert az adatkezelés célja az az, hogy egy élő embernek valamilyen online szolgáltatást nyújtson a szolgáltató. Így az infotörvény célhoz kötött adatkezelés elvét előíró rendelkezései, nek figyelmében ilyenkor az adatokat törölni kell. Most nyilván azzal tisztában vagyunk, hogy a legtöbb szolgáltató az, az, nem tudja azt számon tartani, vagy, vagy monitorozni, hogy akkor most melyik felhasználói élnek-e, vagy sem viszont hát ezzel kapcsolatban nekik is jobb lenne az, kevesebb adatot kellene kezelniük, illetve adminisztrálniuk, hogyha mondjuk a hozzátartozóknak lenne egy olyan jogosítványa, hogy jelezhessék azt a szolgáltatónak természetesen a vonatkozó dokumentumok, akár, akár egy halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, hogy ez a felhasználó ez már elhunyt, és a rávonatkozó adatokat azt törölje a szolgáltató, aminek a nyilvánosságra hozatalához egyébként életében még a felhasználó járult hozzá. Természetesen ezt a jogosultságot ö, kiterjesztően ö, nem lehet értelmezni. Tehát. Ö, Hogyha mondjuk valaki egy olyan ö, ö, adatot hoz nyilvánosságra az elhunytal szemben, ami nem kegyelet sértő, és független attól a szolgáltatástól, amit az elhunyt számára nyújtott a szolgáltató, tehát bárki mondjuk kitesz egy fényképet az elhunytról a saját közösségi oldali profiljára, akkor annak az eltávolítását már ez alapján nyilván nem lehetnek kérni. Tehát itt szűkre kell szabni a kereteket, és csak az adott szolgáltatáshoz, az elhunyt részére nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésekre ö, kellene vonatkoztatni. Várható változás ezen a téren? Az ajánlás hatására? Ö, megkerestük az ajánlással az igazságügyi minisztert, hogy fontolja meg egy ilyen jogalapnak a beültetését a magyar törvényi szabályozásba. Egyelőre még választ nem kaptunk, de hát reméljük, hogy várható ezzel kapcsolatban valamilyen érdemi lépés. Dr. Eszteri Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta én is köszönöm szépen. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. További kellemes napot kívánok viszontlálásra. Önök a Nemzeti Adatvédelmi és információ Hatóság műsorát hallják, mely független, csak a törvénynek alárendelt szervezet. Feladata a személyes adatok védelme, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. egy nap alatt annyi adatot töltenek le, amennyi megtöltene 168 millió DVD-t. Naponta 250 millió fotót töltenek fel a Facebookra. Ha ezt kinyomtatnánk, 80 Eiffel torony magasságával érne fel. Egy felmérés tanulsága szerint majdnem minden harmadik gyerek azt állította, hogy az elmúlt hónapokban legalább egyszer zaklatták kortársai, és ezt leginkább a neten A 15 év alatti internetezők közel fele minden nap fellátogat a világhálóra. Te vigyázol az adataidra? Használod az adatvédelmi beállításokat? Gondolkozz, mielőtt adataidat megosztod.